Az egészségre és a környezetre veszélyes csurgalék szivárog ki a Kolozsvár melletti Pataréti Szeméthegyből. Ráadásul egy talajcsuszamlás miatt a hulladék egy része eltorlaszolta a közeli patakot. A meggyűlt tóból a talajba és a patakmederbe szivárog a mérgező anyag. A patak pedig a Szamosba ömlik, de nem csak terepen, hanem most már az érintett intézmények között is bonyolódik a helyzet. Többek között erről is kérdezem a Kolozs-megyei tanács alelnökét, Vákár Istvánt. Jó napot kívánok, Isten hozta! Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást! Tehát ugye július 22-én történt földcsuszamlás és a sok eső zagyvalék szivárgást okozott a Szeméttelepen. Mi most a helyzet konkrétan? Az a mosadék, zagyvalék, mindegy, hogy nevezzük, az nem most keletkezett, az körülbelül jó pár évtizede felgyűlt. Nem csak, hogy felgyűlt, ez működik, és állandóan ugye egy el kell képzelni 20-valahány hektáros területet, amire esik az eső, és az a terület mind szeméttel van tele. Normális, hogy az bemosodik, és valahol előjön. Sajnos ez eddig is azt a Zepodia féle patakot szennyezte, és implicite a Szamost is. Tehát az a patak, ami ott folyik el közvetlenül. Igen. És ez bevitte a Szamosba eddig is, évtizedek óta, amióta működik az a szeméttelep, ez mindig megtörtént. Ami a mostani gond, ami úgy felhozta ezt a témát, tényleg az a földcsuszamlás, amelyik eltorlaszolta ezt a patakot, és akkor nem... csurgott úgy folyamatosan, tovább, igen, lassan, kvázi észrevétlenül, hanem most meggyűlt. Láthatóvá vált egészen egyszerűen. Mert ott amúgy is egy lápos terület volt, mert valahogy a patak egy ilyen háromszöget ível, és az egy lápos terület, mert egyik felén van a kerelőút, és a másik felén így háromszögben a patak. Na, ez eltorlaszolva, ez egy vízgyűjtő pont is, mivel azért lápos. Ott meggyűlt ez a szennyes víz, és ennek az egyedüli lehetősége, hogy tisztítás alá kell vetni. Nekünk már, ha minden igaz, egy, maximum két hét alatt ez a procedúránk lejár, mert ugye nem lehet semmit megvásárolni. Elkezdődött már a tisztítási folyamat? Nem. A megvásárlása, annak bérlése annak a hordozható tisztító rendszernek. Úgy kell elképzelni, mint egy ilyen nagy kamion konténer, amelyikbe egyik felén bemegy, a víz másik felén kijön tisztán. Tehát egyelőre még ennek a megvásárlása folyamatban van. Mi egyelőre úgy látjuk, hogy tiszta ügy, hogy sürgősségi eset lévén ki kell fizetni, és a bérlést azonnal megkötni. Utána persze folyamatban van egy ilyen pingpong, ilyen csetepat, hogy na, ki is a hibás ezért, ki kellett volna, mit kellett volna tegyen, mit tudom, hogy mikor kell a környezetvédősök szóljanak, mikor kellett volna az építész jobban vagy másképp tervezzen. Ez egy másik bonyolult helyzet, ebben nem is bújnak bele, mert nagyon jó, ilyen jogi. Jó, most maradjuk ott, hogy ez a tisztító berendezés honnan érkezik, mennyi időbe telik, amíg... Így van. Ez egy olyan, nem megvásárolni, nincs miért megvásárolni, mert amúgy is a nagy projektben van egy tisztító rendszer, amelyiket amúgy is oda kell, egy állandó tisztító rendszert oda kell tegyünk. Itt el kell kezdeni ezt a platformot, hogy mégis három entitás van. Van ez a régi pataréti szeméttelep, amelyiken már új szemét nem jön. Van kettő, amelyik aktív, amelyik persze ideiglenes, de aktív. Van a városé, amit a városi tanács üzemeltet, és van egy magán, amelyik a megyéből is mindenhonnan fogad be, persze pénzért fogad be szemetet. Ezt az egész csurdalék mennyiséget az úgy kell kezdeni, hogy valahol fenn van egy domos, valahova lemegy. Nem csak az, amit a megyei tanácsnak a munkája és lezárási folyamata, nem csak arról szól, ezért egy kicsit bonyolult. Mert rásozni arra a cégre, amelyik ugye ezt a bezárást lebonyolítsa, és meg is nyerte a tendert, és el is vállalta, rásozni az egésznek a tisztítását nem lehet, mert nem csak tőlük van, nem csak a régi szeméttelepből. Meg ugyanakkor én nagyon ráléptem és sürgettem ezt az egész procedúrát, hogy legyen meg az a, nem tudom, hogy milyen kell legyen, de legyen meg az a tisztítórendszer, mert jönnek az esőzések, most még finoman szivárog, nincs gond. Napokról beszélünk, hetekről beszélünk? Legalábbis a kollégák, amit elmondtak nekem, hogy maxi két hét alatt végkeziszik ezt a procedurát, és béreljük. A megvásárlás és megépítése a rendes tisztítórendszernek, amelyik alá longot kell maradjon,
az már jövő évre fog kerülni, jövő év vége felé akkor, mert az a vége a projektnek. Ugyanakkor ott van a biogázrendszernek is az üzemeltetése valamilyen formában, a tisztítása. Amit jó, de még... azt tudjuk, hogy a Szeméttelepről ugye 2 kilométerre volt egy környezetbarát hulladéktározó és feldolgozó központot terveztek, annak épül... már évek óta el kellett volna készülnie. Miért nem készült el? Vagy mi volt ennek az akadálya? Mi nagyon sokat beszélünk ugye a sajtóban is. Nagyon sok per volt, ott is rossz volt a terület, amit mondjuk a mi hibánkról beszélünk, a mi hibánkról. Rossz volt a terület, amit választottak, de ennek már mindegy, mert az a része lejárt. Beindult az építkezés, gyakorlatilag az a rendszer egy olyan, mit mondjak, 60-70%-ban megvan, mert ugye megvannak az ideiglenes rendszerek a megyébe, megvannak a színes kukák vásárolva, ki vannak adva minden, mert ez egy egész rendszer, nem csak egy szeméttároló. A szeméttároló az utolsó része, de az ugye nagyon fontos, anélkül nem lehet beindítani. A gyár is, a válogató, a szemétválogató mind megvan, be van, fel van szerelve, üzembe is akar, én mikor elnök voltam, üzembe akartam léptetni. Az akkori törvénykezés, meg az akkori vezetők nem engedték meg. Mert akkor legalább szerintem a 60-70%-át az összegyűlt szemétnek valamilyen úton... Már semlegesíteni lehetett volna, illetve lehetett leválogattam volna, és mit tudom, az, aki ottan rendezi, az eladja, és ami marad, az mit tudom, komposztálja, mert még a komposzt telep is megvan. Vákár úr, az igaz, hogy az az legújabb fejlemény, amit a Transzilvánia reporterben olvastunk, hogy bűnvádi fejlentést tett a környezetvédelmi őrség a szennyezés miatt. A megyei tanácselnök állítása szerint a környezetőrség önkényesen figyelmen hagyta a határidőket, és jogtalanul büntetett. Válaszként feljelenti a környezetőröket és a környezetvédelmi minisztert a Kolozs megyei tanács is. Jó, ez egy ilyen jogi pingpong, amiben mondtam, hogy nem nagyon érdemes, hogy belebújjak. Nekem az a dolgom, és a hallgatók is, meg a választók is azt várják, hogy oldjuk meg a helyzetet. Tehát akkor ne bonyolodjunk vele. Hát jó, tényleg van egy felszólítás, van egy kiléptek, és ránéztek, hogy mi ott a gond, és van egy felszólítás, amit meg kell tenni. Ennek vannak bizonyos terminusai, részben be lehetett tartani, részben nem lehetett betartani. Persze ennek van egy következő lépése, amikor ilyen kontesztációs lépés, amikor ugye próbálják elmagyarázni, ha ez a kontesztáció nincs elfogadva, akkor persze lépnek tovább, és a jogi úton próbálják megvédeni. Egyik intézmény is a saját igazát, a másik intézmény is, de nem hiszem, hogy ez érdekel minket, mert az érdekel, hogy oldjuk meg. Tehát, az hogy minél hamarosabb megoldódjon a patarizsi szeméttelep sorsa. A mocskos víz minél gyorsabban legyen megtisztítva, és ne folyjon úgy egészébe a Szamosba, hogy mit tudom, valamennyi akár szennyezés van, volt mindig is, de ne legyen azon nagy, és próbáljuk minél jobban megvédeni. Ilyen, most már elnézést kérek, de egy kicsit ilyen 22-es csapdájának tűnik, sajnos és olyan átláthatatlan, hogy, egészen egyszerűen van. Bosszantó végighallgatni, igen. Tehát itt megoldást kell találni. Elhiszem. Lapozhatunk a elnök úr? Sőt. Jó, ha már a katasztrófákról beszélünk, akkor a hétvégi vihart sem hagyhatjuk szó nélkül, hogy hát tudomásom szerint ön éppen Bánfi Hunyadon járt. Mi ott a helyzet? Mennyire hát, okozott károkat? Az úgy volt, hogy ugye kalotaszegi magyar napjokat szervezett Budás Fekete Marika a környező településekkel, nagyon szépnek indult, gyönyörű szép délután, napsütéses, és derült égből vihar keletkezett. Én a vihar közepén jutottam oda, nekem a lapom az úgy alakult, hogy egyszer Tordatúron voltunk, búcsún, ott is nagyon szép volt, milyen szép. Hirtelen jött a lényeg. Ott hagytam őket, és gyorsan átfutottunk, mert ugye nagyon fontos nekünk Kalotaszeg, és ott kell lenni. Mikor odajutottam, már láttuk, hogy cserepek reddesnek, mint a papírok lennének a tetőről, de ami a legnagyobb gond, az a kórháznak a tetej, amelyik egy az egybe egy udvarba, és autókra, meg mindenféle akármikre ráköltözött. Ma még hozzátettünk, de már tegnap elment egy kérelem a kormány felé, egy olyan 1.300.000 lej körül az egész megyében, nem csak erről a tetőről van szó. Több településen ugye károk keletkeztek. Egyenlőre az iskolákat, kórházakat, és ezeket a közintézményeket igyekeznek helyreállítani. De ugyanakkor én ott voltam, és láttam azt a nénit, aki, mit tudom, az egész kis háza, mindenet tönkre volt, és sírdogáltott, és magyaráztam neki, rajtuk ki tud segíteni. Na ez az, ezért
most is használom, ugye, hogy elmondom, tegnap is elmondtam többségi nyelven, hogy erre kéne valahogy megtalálni egy módszert, az olyan, amely tényleg nagyon tökéletes, semmi hibán nincs, legyen valamilyen helyzet, amivel segíteni. Persze a helyi tanács elhatározhatja, hogy nekik a kicsi költségvetésükben nincs csak 10 000 lejjelre. Hát 10 000 lejjelre azt a kárt, a Facebook oldalon meg lehet nézni, hogy mekkora kár volt annak az asszonynak a hát udvarán, egyetlen egy gazdaság kárát nem lehet 10 000 lejjelről megtéríteni. És pont emiatt én, akivel tudtam ilyen kormányzati, ilyen, mit tudom én, Kárpáton túli emberkékkel, mindenkinek elmagyaráztam, hogy ezt valahogy meg kéne oldani, egy olyan sürgősségi rendetet adni, ami egy kiskapot megnyisson, hogy ezeket az embereket valamilyen alapból lehessen. Van az a fondus szolidaritás, van mindenféle, amiből lehetne segíteni. De most kell segíteni, mert a tél itt van, vagy az esők ott nem menjen tönkre, mikor nincs teteje egy háznak, tönkre megy az egész cucca, ami benne van, befolyik minden, és még nagyobb akár. Akár egy gyűjtési akciót is lehetne. Gyűjtési akciót is lehetne, ha olyan, akár ilyen építőanyaggal, példás volt például, amit a körösfőiek tettek, ők ilyen 10-15-ös csapatba, a fiúk össze voltak, nagyon jól tudták, mi a dolguk, nem várták, hogy most a jaj veszékelünk, hogy mi lesz, hogy lesz, kijön, hogy valaki megcsinál, nem, összegyűltek házról ház, elmentek, herrakták a cseppeket, ahol volt, ahol nem, kölcsönkértek, és ha jól tudom, tegnap estére Sárvásáron is már minden be volt fejezve, és Na, én mikor elkaptam őket éjjel, mert már sötét volt, már a kis telefonnal lámpáztunk, és dolgoztak a fiúk, az iskolát tették helyre, a hétfőn nyugodtan a gyermekek tudtak menni iskolába. Van ilyen is, van olyan is, meg tudták húzni a harangokat, az emberek tudták, miről van szó. Máshol, ugye a sajtóban is láttuk, hogy veszekednek, hogy most már sárga kód volt, vagy narancssárga kód volt. Az teljesen lényegtelen. Édes minden, mégis úgyis jött a szél. Úgyhogy alelnök úr, a témára még visszatérünk, mert hát kell lássuk, én meg kell nézzük, hogy hol lehet segíteni, illetve és ha nem más, akkor gyűjtünk, teszünk valamit. Igen, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást.